Az egykori nagykállói várat érintő ásatási eredmények bemutatásával indult a 2022-es év Nagykállóban. Sokan nem is tudták, hogy itt valaha Nagykállónak is volt vára, és a jövőben is szeretnék folytatni a feltárásokat. Az év elején nem csak vára lett a településnek, de két újabb nagy beruházással bővült az ipari park is, amelyek közül az egyikben a helyben termelt gyümölcsökből készítenek étrendkiegészítőket, a másikban pedig a napelemek tartó szerkezetéhez szükséges úgynevezett szelemeneket gyártanak. Mindeközben Nagykálló belterületén több útszakaszt is felújítottak idén, amelyek mellett a városon belüli és kívüli kerékpárutak is elkészültek. Ugye itt a napkor felé vezető kerékpárútnak a kállói szakasza hiányzott még, úgyhogy most összekötésre került, úgyhogy most a kerékpárúton el lehet érni napkort. Illetve ugye ennek volt kettő belvárosi szakasza is, itt a Bátori út és Arany János út, ez egy meglévő kerékpárútnak a felújítását tartalmazta, ez a egyszerűen fogalmazva a Harangodi út, ugye, illetve egy járdaszakasz felújítás a Kossuth úton, ami egy nagyon régi probléma és hiányossága volt a városnak, ez egy relatíve hosszú szakasz, és ugye egy bevezető útról van szó itt a nagy forgalom és a nagy sebességgel közlekedők miatt ez egy közlekedés biztonságilag egy különösen fontos szempont volt, hogy ez megvalósuljon. A harangodi fejlesztéseknek köszönhetően a város egyik fontos turisztikai attrakciója, a tóerdős, ligetes környéke is tovább szépült Nagykállóban, emellett belekezdtek a ravatalozó felújításába is. 2022 a bölcsődék évének tűnik Kállóban, hiszen ettől az évtől már két bölcsőde is várja a gyermekeket, sőt folyamatban van egy harmadik megépítése is. A létszám az nagyjából állandó, 10 fővel dolgoznak, ugye itt intézményvezető, gondozónő, dajkák, konyhai kisegítő, takarítónő. Ez egy része többletként jelent meg, ugyanis ugye az önkormányzatnak volt már, vagy van is egy másik intézménye bölcsöde, ami szintén ugye most kiegészítésre került, onnan is jöttek el dolgozók az újba, és most minden csoportunk 100%-ig feltöltve dolgozik, úgyhogy jelen pillanatban 5 csoportban 60 bölcsödés van a városban, illetve ugye még épül egy bölcsöde, folyamatban van, ahogy a Kölcsei TV már erről beszámolt, folyamatban van egy református bölcsöde is, úgyhogy azt gondolom, hogy a bölcsödei férőhelyek száma nem lehet akadály a dolgozni vágyó vagy kényszerülő anyukáknak sem most már. A megemelkedett rezsiárak miatt a polgármester szerint az év végére néhány intézményben szinte vissza kellett térni a koronavírus járvány alatti működéshez. A könyvtár például jelenleg nem látogatható, de a könyveket továbbra is ki lehet kölcsönözni. A polgármester azt mondta, a jövőt érintő tervek közül kiemelkedő a rendezvényház megvalósítására vonatkozó pályázatuk. 1 milliárd forintot sikerült nyernünk az Élhető Város plusz konstrukcióban a rendezvényház megvalósítására. Ehhez a szükséges tartalék vagy többletforrás az most egyelőre még rendelkezésünkre áll, aztán majd meglátjuk, hogy a rezsi mit emészt fel ebből. Az új rendezvényház Nagykálló főterén a korábban már lebontott művelődési ház helyén épül majd meg, és a beruházás tartalmazza a rendezvényház környezetének rekonstrukcióját is, többek között egy új játszótér kialakítását. Emellett a polgármester kiemelte, más energetikai korszerűsítésre beadott pályázataik is nyertek, így a következő évben az önkormányzati hivatal és más önkormányzati ingatlanok is, mint például a rendőrség vagy az orvosi rendelők is, hamarosan napelemeket kapnak.